Vidám és egyben hasznos szünidei kikapcsolódást kínál a gyerekeknek a Paksi Képtár. Az őszi alkotónapok keretében a táborozóknak olyan foglalkozásokat kínálnak, amikkel eddig még nem találkoztak, megpróbálnak új dolgokat mutatni. Minden napnak más a témája, amihez kötődve különféle alkotásokat készítenek. Őszi papír csodák volt az egyik téma, ami nagyon tetszett a gyerekeknek. A papír különböző megmunkálásával foglalkoztunk, vágtuk, téptük, festettük, ragasztottuk a papírt, és ezekből hoztunk létre főként térbeli alkotásokat. Ezen felül megfigyelik az őket körülvevő nyüzsgő élővilágot, és annak az ikletésére alkotnak. Összesen 12 gyermek vett részt a képtár táborában, közülük a legtöbben visszatérők. Csenge is már sokadik alkalommal van az intézmény táborában, mindig nagyon várja ezeket a többnapos rendezvényeket, nagyon szereti őket. Azért, mert mindig valami újat csinálunk, meg lehet játszani, és hát mert hogy mindig segítenek és elmagyarázzák, hogy mit, hogyan. Ott jártunkkor a nyüzsgő élővilág volt a téma. Különböző anyagokból, többek között bambuszból, nádból és parafadukóból készítettek fészkeket képzeletbeli állatoknak. Ürmös Molly először jött el a táborba, anyukája biztatására. Nagyon szeret kézműveskedni, otthon főként papírfigurákat készít. Most egy ilyen bogárházat csinálunk, és bambusszal dolgozunk, meg ragasztószalaggal, meg ilyen kupakokkal. Az utolsó nap témája a Halloween lesz. Közösen létrehoznak egy óriási pókhálót fonalból, majd ehhez készítenek pókokat, denevéreket és szellemeket. Az alkotó tevékenységek mellett sok-sok játék is várja a gyerekeket az egy hét során.